Itt a Fehérvári Beszélgetések, köszöntök mindenkit, nagy-nagy szeretetek itt a Fehérvár Televízióban. Tudjuk azt, hogy Fehérváron rengeteg autó van, tényleg nagyon sokan vagyunk. Megnéztem a legutóbbi statisztikákat, bejegyzéseket. Közelíti majdnem az 50 ezret, ez nagyon nagy szám a Fehérvárra bejegyzett autók száma. Ez egy nagyon-nagyon fontos, amiről sokat beszélünk, akár itt a Fehérvár Televízióban, akár pedig a Vörösmarty Rádióban, hogy tényleg szabályokat betartva közlekedjünk. Ez vonatkozik a szó szerinti közlekedésre, és természetesen vonatkozik a parkolásra, hogy elférjünk. Mivel ennyien vagyunk, ez még nagyobb idézőjelesen mondott terhet és természetesen egyéb felelősséget ró az autó tulajdonosokra. Többek között abban a tekintetben is, hogy az autókat kutya kötelességünk felkészíteni az évszaknak megfelelően, és főleg ugye az ősz végig, meg a téli közlekedés kívánja meg ezt az autó tulajdonosoktól. Úgyhogy gondoltam, hogy a mai napon erről érdemes lenne beszélgetni itt a fehérvári beszélgetésekben, és meg is hívtam vendégnek Polgár Tibor autószerelőt, akit köszöntök nagy-nagy szeretettel, szia! Hello, szia! Üdvözlöm a nézőket! Fontos témáról beszélünk a mai napon itt a Fehérvár TV-ben, a fehérvári beszélgetésekben. Ugye tapasztalod autószerelőként, hogy azért vannak hiányosságok az autók felkészültségében és felkészítésében, akár a nyári, akár pedig ugye sokkal fontosabb téli időszakot nézzük. És a téli, mint már említettem, ez még fontosabb, hogy beszéljünk erről, hogy mi az, ami általában taposóak, ami elmarad, mi az, amire te felhívnád a figyelmet. Beszéltünk már erről párszor ugye a Vörösmarty Rádióban is, de fontos, hogy a tévénézők is hallják és tudják fehérvári szinten, hogy mi újság van, és mire érdemes nekünk fehérváriaknak nagyon-nagyon figyelni az autó felkészítése kapcsán. Úgyhogy kezdjük szerintem a legfontosabb dologgal, amit mindenki egyből mondana az autó téli felkészítése, a gumi. Így ugye? Van, hát ez egyértelmű. Meg azért hozzáfűzném azt is, hogy egyébként azért a műszaki vizsgák most kitolódtak. Uh-huh. Tehát nagyon sok engedmény volt ez ügyben, és ezáltal az autóknak az állapot sem biztos, hogy ugyanaz. Úgyhogy tényleg érdemes most már ezekre a dolgokra odafigyelni, a téli gumikat beszerezni, lecseréltetni, és amire nagyon fontos odafigyelni, mi is többször járunk úgy, hogy odahozzák a lemezfelnivel a téli gumit, hogy tegyük fel, ugye, de az alufelninek a csavarja nem passzol hozzá. Tehát mindenképpen figyeljünk arra, hogyha vásárolunk lemezfelniket, felgumiztatjuk, akkor a csavarok is megfelelőek legyenek hozzá. A gumi ez egy ilyen neverending téma szintén, erről még érdemes mindenképpen beszélni. Nyilván nagyon sokan spórolni akarnak az autón, többen nem biztos, hogy megengedhetik maguknak, de a gumira azért mindenképpen figyeljenek, tehát ez férjen bele a büdzsébe, férjen bele a kasszába. Ugye itt van több szabály, amit érdemes követni. Az egyik az, hogy 5 évnél ne legyen régebbi, ugye ez fontos. Így van, ez az egyik. A másik pedig az, hogy meglegyen a megfelelő abroncsmélység. Tehát a bordázata meglegyen megfelelően a gumiabroncsnak, mert hogyha már van egy kopás jelző egyébként, de én szerintem azt már nem kellene elérni. Abban az esetben, ha már közel járunk hozzá egy milliméterrel, akkor érdemes mindenképpen kicseréltetni a gumiabroncsot. Uh-huh. Az is jó, azt is hallottam, és azt is mondta, többször jó, hogyha téli meg a nyári külön felném van. Így van pontosan, mert akkor megkíméljük a guminak a szerelésénél, hogy nem lesz sérült, úgyhogy én meg a felni, főleg az alufelni azért sérülékeny, ott azért lepattalhat az ománcról a lakkozás, tehát én mindenképpen azt javaslom, hogy külön legyen a nyári gumi és külön a téli gumi. Meg ami még fontos itt, erről nem is olyan régen szintén beszéltünk, hogy van rengeteg önjelölt szakember, vagy olyan szakember, aki tévedhet, mert emberek vagyunk, tehát nagyon nézzük meg, hogy a forgási iránynak megfelelő módon tegyük fel, vagy tetessük fel a gumit. Ugye? Nagyon jól látom. Nagyon megtanultad ezt a rádióban, amikor ugye beszéltünk róla, így van, a forgási iránynak megfelelően kell felszerelni a téli gumit, meg hát a nyárit is, éppen melyik következik sorra, de ez általában jelölve van a gumiabroncs szélén, ha pedig nincs, akkor pedig mindenképpen azt javaslom, egyébként szakemberre rakassuk fel, esetleg ha van valami sérülés, azt ő hamarabb észreveszi, vagy esetleg előtte való télen kaptunk egy csavart és nem vettük észre, akkor szerelésnél ezeket mi mindig át szoktuk nézni, beállítsuk a guminyomást megfelelőre, tehát én azt javaslom, hogy mindenképpen szakemberre rakassuk fel a gumit, de így van, a forgás irányra nagyon oda kell figyelni. Még egy fontos dolog, ugye a 4 évszakos gumi, ez mindig szóba kerül, főleg a téli időszakban. Én úgy veszem észre, hogy rehabilitálták a 4 évszakos gumit, tehát egyre több helyen olvasok sokkal jobb véleményt róla, mint mondjuk jó pár éve lehetett olvasni. Ez így van, de nem csak azért, mert a gumiknak a minősége javult, hanem az időjárás is változott. Tehát valójában talán ugye 13-ban volt az a hóviharos márciusunk, azóta komoly telünk nem is volt. Tehát amikor annyi hó leesett volna, és olyan kemény mínuszok lettek volna, úgyhogy ezekben a lágyabb telekben ugye el lehet közlekedni a 4 évszakos gumival probléma nélkül. Igen. De nehogy Isten, bejön egy komoly tél, akkor azonban már lehetséges, hogy akkor már gond lesz, meg külföldön sem mindenhol fogadják el a 4 évszakos gumit.
Ezt jól mondtad, külföld a hóláncot akarta pont mondani. Magyarországra én azt látom, nyilván nem mondhatom 100%-os bizonyossággal, de azt látom, hogy aki Magyarországon autózik, nem biztos, hogy kell hóláncot tartani, de a külföldre megy, akkor bizony már nem árt, hogyha van. Hát nem csak, hogy nem árt, hogyha van, hanem nagyon sok helyen csak úgy engedik be. Uh-huh. Olyan tartományok vannak, ahol eleve kapásból kötelező a hólánc, hogy be legyen a csomagtartóban. Uh-huh. Bármikor egy olyan útviszony előjöhet, hogy azt bizony fel kell szerelni, és jó, ha tudják a nézők, hogy azt jobb, hogyha előre már begyakorolják, hogy hogy kell felszerelni. Azt mondtam, ez nem biztos, hogy könnyű dolog az. Nem tudjuk, majd lesz rá alkalom, ugye itt a vírus még mindig a nyakunkon, és hogy lehet-e menni síelni, vagy egyéb turisztikai dolgot végezni, de attól függetlenül azt, hogyha tényleg valaki ilyenre szállja el magát, és útra kell, akkor ezt mindenképpen jó, ha begyakorolja. Oké. Okay. Na gumiról talán ennyi, ez volt a legfontosabb, azért kell menni, mert rengeteg témánk van. A másik, amit mondjuk én egyből mondanék, az autó téli felkészítése, hát legyen normális az ablaktörlő. Így van, hát az ablaktörlők állapota az mindenképpen nagyon fontos, és nem csak az első ablaktörlőké, hanem a hátsóé is, amelyiknél ugye van, mert nem minden autóban felszerelve, hogy az működjön, ablakmosó folyadék már ilyenkor teljesen átváltjuk. Ugye ezt októbertől már beszélgettük, igen, a rádióba is, hogy már szépen lehet töltögetni a téli szélvédő mosót a nyári helyére, uh-huh, és ahogy szépen ugye mindig erősödik, és onnantól már mire megjön az igazi mínusz, akkor már nincs probléma. Igen. Tehát erre mindenképpen érdemes odafigyelni. Az ablakmosó motor rendesen működjön, ne ereszen a tartája. Tehát ezekre mindenképpen oda kell figyelni. Visszatérve meg az ablaktörlőkhöz, ugye nyilván itt is több árkategória létezik az ablak, mint mindenben egyébként. Nyilván akkor itt is a középárkategóriát célozzuk meg inkább. Hát így van, az mindenképpen érdemes. Tehát én megmondom őszintén, az a pár száz forintos ablaktörlő lapátok valójában nem igazán jók semmire se. Uh-huh. Úgyhogy nem fog rendesen törölni, vagy pedig csak pár hétig, aztán utána ki lehet dobni. Igen. Mit tapasztalsz te egyébként ablaktörlőkkel, hogy állunk, amik odaérkeznek hozzád autók, hogyha nézed őket? Nagyon változó, van, aki nagyon odafigyel rá, van, aki hát mind mindenbe. Persze. Tehát ez épp olyan dolog, de általában azért most már azért odafigyelgetnek. Inkább a hátsó ablaktörlő lapát, ami ugye el van hanyagolva, pedig nagyon sok autónál ugye együtt indul az első törléssel, tehát főleg, hogyha mosatjuk a szélvédőt. Érdemes odafigyelni, mert ugye megkaristolja a hátsó szélvédőt is. Ami még érdekes, ugye az ablakmosót említettük, nyilván evidens a téli ablakmosó, de több autónál láttam, és nekem is volt jó pár olyan autóm, hogy ilyen össze-vissza spriccelt, az egyik ment ebbe az irányba, a másik szintén ebbe az irányba, vagy az egyikből kijött rendesen, a másikből meg alig. Erre is oda kell figyelni, mert ugye főleg a latyakos időszakban azért nagyon nagy segítség, hogyha kilátunk a szélvédőt. Hát az mindenképpen fontos. Hát van, amelyik autónál lehet állítani a fúvókákon, tehát egy ilyen vékony tűvel szépen be lehet állítani a fúvókát, de amelyiknél nem lehet állítani, ott sajnos cserére szorul. Tehát ilyen esetben meg kell vásárolni, lehet rendelni, nem olyan, van általában utángyártott, és nem is olyan túl drága, akkor érdemes ezeket kicserélni. Igen. Lesz majd a műsor végén én egyebek kategóriát mondom a nézőknek, hogy fogunk majd beszélni, hogy mi az, amit még érdemes az autóban tartani, ugye nyilván egy égkaparó, de erre majd kitérünk meg, hogy milyen fajta. Rengeteg olyan autó van már, aminek ugye nem csak átcsó az első szélvédő, meg a tükör is fűthető, azért ez nagyon nagy kincs mondjuk a téli időszakban. Persze, hogy ne. Hát az egy nagyon jó dolog. Nagyon hamar gyorsan leolvassza a jeget, hamarabb gyorsabban el tudunk indulni, az egy nagyon jó dolog. Az egyetlen hátránya, hogyha esetleg véletlenül ugye elektromos problémák jönnek elő, és akkor ugye egy plusz hiba lehetőség. De úgy egyébként egy nagyon jó dolog. A jó kis ülésfűtés. Hát oly, igen, de jó tud lenni az ebben, tényleg ebben jó az időszakban. Na akkor folytassuk, ugye eddig megbeszéltük a kerekeket, megbeszéltük most az ablaktörlőt, nem árt, hogyha jó a fűtés is. A fűtés az nagyon fontos, és én azt javasolnám a nézőknek is, hogy ilyenkor érdemes leellenőriztetni, hogy a pollenszűrőnk milyen állapotban van. Uh-huh. Mert azt is ilyen esetben érdemes újat betenni, és akkor a telet kihúzzuk fel egy gyönyörűen, és akkor gyönyörűen tud dolgozni a fűtőmotor is, gyönyörűen le tudja szellőztetni a szélvédőt, oldalüvegeket, úgyhogy én mindenképpen azt javasolnám, hogy a pollenszűrőre figyeljünk oda. Nem ide tartozik ugye fűtés témakörébe, de mégis itt akarom megemlíteni. Mondják azt, hogy egyébként télen is azért a klímát érdemes elindítani. Ez igaz? Hát el lehet indítani, be lehet állítani a hőmérsékletet, a hőfokot, az nem probléma, hogyha el van indítva, már eleve a klímaszivattyúnak sem árt, hogyha néha el van indítva. Ez épp olyan dolog, mint aki leteszi télre az autóját, én azt javaslom, hogy azért legalább havonta egyszer indítsa el akkor is, hogyha nem jár vele. Uh-huh.
A másik szintén téli időszak, meg őszvégi időszak, ugye a páramentesítés. Átéltük azt nagyon sokszor szerintem, hogy mondjuk a gyerekeket, egy hétköznapi példát szeretnék mondani, gyerekeket mondjuk hazahozzuk itt Fehérváron az iskolából, megyünk a csúcsforgalomba, szakad az eső, hullanak a levelek, sötétedik, és iszonyú párás konkrétan minden, és alig látunk ki az autó üvegén. Mit csináljunk ilyenkor? Hát ilyen esetben van az, hogy a pollenszűrő már valószínűleg, hogy el van tömődve, vagy pedig át van nedvesedve. Nagyon sok autónál egyébként ott úgy helyezi el a gyártó, hogy ott kint a tűzfalnál van kívül, és oda azért be tud menni a pára, a nedvesség, meg tudja fogni, és ezáltal nem tud rendesen szellőzni az utastér. Tehát azért említettem az előzőleg, hogy a pollenszűrő nagyon fontos dolog. Nyilván hétköznapi haladóként ugye ez a három dolog, ami nekem így eszembe jutott, és mi van még, mi az, ami jó tanácsot tudnál adni? Hát ami nagyon-nagyon fontos, ugye a láthatóság, tehát a világítás, hogy minket is lássanak, meg mi is lássunk. Abban nem állunk jól annyira, hogy én látom. A világítás katasztrofális, tehát én is járok nagyon sokat, ugye hajnalba indulok már a műhelybe, és ugye most már korán van sötét. Tehát azt mondom neked, hogy mostanában, hogy így közlekedek, minden harmadik autónak csak az egyik világítása működik. Uh-huh. Vagy elő, vagy hátul, de valami biztos, hogy nem működik, az 100%. Erre azért oda kellene figyelni, most még van egy kis idő. Tehát ezt mindenképpen meg kellene oldani, meg hát majd azért le kell ellenőrizni a ködlámpáknak az állapotát, ugye azt nagyon ritkán használjuk, de igen, majd azért előfordulnak olyan idők, amikor használni kell. Persze. Erre is érdemes egy kis időt fordítani, megnézni, megnézetni, megjavítatni, ami nem működik. Így van. Lehet látni ezt a városban is, vagy ki hol közlekedik, nyilván tényleg, amit mondtál, hogy az elsőből csak az egyik világít, a másik éppen csak pislákol konkrétan, tehát mint egy beteg Szent János bogár lenne beültetve. Én láttam olyat, hogy az első éppen pislákolt, az egyik, a másik nem, is hátsó egyáltalán nem működött. Ez elképesztő baleset veszély, és meg nem is lát ki az ember. Hát persze, hát ugye eleve az utolérési balesetek, tehát az az egyik, hogyha hátul nem működik világítás. Előtt pedig én azt javasolnám, például pont tegnap javítottam egy autót, az is egy ilyen téli átnézés volt egyébként, és a tompítottak működtek, reflektor működött, de egyik helyzetjelző sem működött elő. És akkor kérdezte a gazdája, hát ő azt úgy csinálja, hogy használja. Az rendben van, hogy nem használja, de azért kell el alapból is, mert hogyha ne adj Isten, menet közben az egyik tompított fényszórója kimegy, akkor a helyzetjelző még mindig működik. Igen. És ezáltal akkor nem motornak fogják nézni, hanem ugye látják, hogy autó, csak az egyik tompított fényszóró kiment. Igen. Meg ez egy olyan dolog, hogy nagy tudomány nem kell hozzá, mert nyilván látom azt, tehát veszem arra a fáradtságot, elindítom a kocsit, bekapcsolom a világítást, hogy melyik ami világít, melyik ami nem világít, nyilván ezt meg tudom nézni. Féklámpát is ugye lehet mindenféle jó kis házi módszerrel csekkolni, ellenőrizni, vagy legfeljebb megkérünk valakit, állj be mögém, állj be elém, indexek, stb. Tehát ilyenkor ez így van, persze, hát azt lehet ellenőrizni, egy tolatólámpát, azt is említettem már a rádióban is, hogy a tolatólámpa is egy nagy segítség, mert hogyha tolatunk ki egy parkolóból, akkor eleve valószínűleg akkor előbb-utóbb ki is fognak engedni, mert látják, hogy mi a szándékunk. De hogyha nem működik a tolatólámpa, akkor egyszer csak gurulok kifele, az minden szintén baleset veszélyes, hogy egy gyalogos halad át mögöttünk, akkor látja, hogy világít a tolatólámpa, akkor azért meggondolja, hogy ott most elinduljon. A másik, ami tipikus téli jelenség szintén, hogy bejönnek mondjuk az első mínuszok, és akkor azt lehet látni, ott van az autótulaj az autója mellett, és akkor fogja a telefonját, beszél az autószerelővel, hogy valamiért nem indul az autó. Ugye ez valami általában az akkumulátor. Így van, nagyon sok esetben az akkumulátor, ugye elhanyagoljuk, nyáron azért egy gyengébb akkumulátor is elindítja az autót, de mikor már megjönnek a mínuszok, akkor bizony egy gyenge cellazáratos akkumulátor biztos, hogy meg fogja adni magát. Érdemes leellenőriztetni, nagyon sok üzletén le is ellenőrzik, és én azt javasolnám egyébként, ha akkumulátort vásárolunk, akkor ne ilyen nagy üzletekben, én nem akarok ellenük beszélni, persze, csak ugye ott jobban áll a raktárkészleten, de ahol kisebb, igen, üzletekben pedig pörögnek az akkumulátorok, és sokkal frissebb a készlet, mint ahol lehet, hogy olcsóbban adják, de mondom, ott lehetséges, hogy már másfél-két évet állt esetleg a polcon. Tél előtt akkor érdemes ellenőriztetni ugye az akkumulátor állapotát. Így van, az aksit mindenképpen, meg hát azon kívül a generátornak az állapota is sem mindegy. Tehát, hogy a töltés megfelelő legyen, leadja azt a töltésfeszültséget a generátor. Aztán esetleg, ha az önindítónkkal úgy vagyunk, hogy már nagyon-nagyon régen foglalkoztunk vele, akkor lehet még, hogy azt is érdemes. Főleg a dízelautóknál az egy nagyon fontos dolog. Benzinest azért hamarabb, egy gyengébb önindító is azért hamarabb elindítja, mint egy dízelt. Tényleg a dízelt mondtad, régebben az volt, tudom, hogy azt mondták általában az én gyermekkorom, hogy a dízeles az télen olyan nehezen indul. Ilyen most már nincsen az újabb. Hát már nem igazán van, most már ezek a korszerű dízelek azért könnyen indulnak. Itt is azért attól függetlenül érdemes utána nézni, hogy az izítógyártyák rendesen megfelelően működnek, bár most már azért bent a műszerfalon ezt kijelzi a műszerfal, hogyha nem megfelelő az izítás.
Azonban, amit lehetséges, hogy nem fog kijelezni, hogyha már például gázolajszülőt nagyon-nagyon régen cseréltünk, azt is így tél előtt érdemes kicserélni. Aztán fontos még nyilván, az minden időszakban fontos, de tényleg még fontosabb, hogy a fék az jó legyen. Hát a fék az nagyon fontos, az mindig. Tehát az nyáron, télen, ősszel, tavasszal az mindig fontos, de télen meg főleg, és hogy ne legyenek nagy százalék eltérések kerekenként. Tehát megvan adva a műszaki vizsgán is, tehát az időszakos műszaki vizsgán, hogy mennyi lehet a százalék eltérés első keréknél, hátsó keréknél, és ezt érdemes ellenőriztetni, mert hogyha véletlenül az egyik kerekünk ugye sokkal jobban fog egy csúszós úton, hiába ABS-t tegyük félre az ABS-t, mert nincs jelentőség ebben az esetben, ha a fék nem megfelelő, persze, akkor az autó félre fog csúszni. Mi van még, ami fontos? Hát azon kívül még nagyon fontos, ugye azért ilyenkor érdemes a lengéscsillapítókra egy kis lengéscsillapító mérést végeztetni, az állapotát megnézni, a porvédők megfelelőek-e rajta, mert a 3-4 ezer forintos porvédővel meg tudunk úszni egy 20-25 ezer forintos lengéscsillapító cserét. Tehát érdemes ezeket megnézetni, átnézetni, kerékjárati doblemezeket megnézni, hogy nincs rajtuk sérülés, mert akkor elindulhat a korrózió a karosszérián. Bekerül a mindenféle latyak, ugye főleg mikor már később sózzák az utakat, igen, az szépen oda bekerül, és már kezdődik is a korrózió. Nagyon sok autónál jóformán az egész alja be van borítva műanyaggal, de hogyha az meg van sérülve, el van repedve, nagyobb kárt okoz, mint használ, mert nem tud kiszáradni sem. Tehát az ugye ott bedunsztolódik, és akkor elkezd korrózió dolgozni. Említetted a korróziót, ugye több autó nyilván felelhető ilyen, hogy télen érdemes ezeknek nekiállni, vagy inkább a megjavításának, vagy inkább várjuk magad az időszakot? Hát ezeket a műanyag alkatrészeket akkor ezt cseréljük, vagy műanyag hegesztővel meg kell hegesztetni, tehát ezt meg lehet oldani télen is, ez nem probléma. Én azt javaslom, hogy ezt még most kell megnézni, meg ellenőrizni, mert akkor megelőzzük a bajt. De amikor már az első sózás után akarunk ilyennel foglalkozni, mikor már az utakat sózzák, akkor már nem biztos, hogyha használunk vele. Ez így van. Ugye mondtuk, hogy majd lesz ilyen egyebek kategória is, amiről fogunk beszélni. Mi az, ami mindenképpen benne legyen az autóban, mi az, amit érdemes a csomagtartóban tartani. Van itt tényleg rengeteg olyan dolog, ami nem is biztos, hogy evidensnek tűnik, de mégis evidens ugye egy mondjuk vészhelyzetben. Igen, van egy-két dolog, de még előtte még egy jó tanács csak, hogy az árakat ilyenkor még érdemes leolajozni, mert előfordulhat az, hogy bejön egy ilyen komolyabb hideg, és nem fogjuk tudni kinyitni az ajtót. Tehát az, mindenképpen, ha leolajozzuk az árakat, akkor azzal azt fogjuk megoldani, hogy nem fog befagyni. Tehát úgy nem tud a jég ott megmaradni, és ezáltal ki tudjuk nyitni az ajtót. Na, visszatérve a témádra, hát ugye a jégkaparó az egyértelmű, jégoldó az nagyon sokat tud segíteni, ez a spray, úgyhogy az mindenképpen érdemes. Hát aztán egy ilyen normális szőrzetű kefe, amivel a nagyobb hómennyiséget le tudjuk kotorni az autóról, mert az sem jó, hogyha úgy indulunk el, hogy a szélvédőt megpucolgatjuk, azt az autón megvan egy 10 centis hó. Már nagyon régen volt ennyi, ami leesett volna, de előfordulhat. Igen. Jégkaparó, erről is fontos beszélni. Ugye van az a hagyományos, tényleg az a legolcsóbb, az a legegyszerűbb kis műanyag darabka, de lehet venni olyat rengeteg szupermarketbe, hipermarketbe, aminek a vége érthetetlen módon, többször beszéltük, olyan kis kiálló fémes, ami aztán karistól megkarcol minden. Azt semmiképpen nem javasolnám, tehát az semmire nem jó, csak arra, hogy karcoljuk vele az autót, meg a szélvédőt, meg a fény, megcsúszik a jégen, igen, akkor a fényezést karcoljuk, tehát azt semmiképpen nem javasolnám. Vannak ezek az egyszerű műanyag, az egyik fel, a másik meg van egy ilyen gumis rész, az a gyönyörűen le lehet takarítani. És azt javasolnám, meg vannak ezek a nagyon kemény ilyen plexi, kihegyezett plexi, igen, igen, az igen, sem jó semmire, szerintem azzal is csak bántjuk az autó karosszériáját, meg a szélvédőjét. Ugye többféle módszertaktika van arra vonatkozólag, hogy kaparjuk el, valakinek mondjuk nem fűthető az első szélvédő, akkor marad a jégkaparás. Láttam olyat is, hogy, és erős érdemes beszélni, hogy meleg vízzel leönteni, az mennyire ajánlod? Hát az semmiképpen nem, azt felejtsük el, mert elrepedhet a szélvédő, főleg ha még esetleg van rajta egy kavics fővelődés, ami még lehet, hogy javított is volt, de akkor is ott hirtelen elszaladhat a szélvédő, úgyhogy azt én semmiképp nem javasolnám. Én mindenképpen a jégoldó sprayt javasolnám, meg először is ugye a bal első ajtót takarítsuk meg, hogy be tudjunk szállni, el tudjuk indítani az autót, indítsuk rá a szélvédőre teljes fokozatba a fűtést, és akkor utána megálljunk neki, azt pucoljuk rá a szélvédőt. Oldalablakok még kérdéses, többször látni olyat, láttam én is már olyat, hogy ugye hát nem tekeri most már, nincsen le, megnyomja a gombot, ugye lemegy az oldalsó ablak, az első ács, és így akarja letakarítani, mínuszban azért ez sem a legjobb megoldás. Hát az egyik dolog az, hogyha esetleg van rajta még hó is, akkor az bepotyog egyből az ajtó belsejébe, és ott a kapcsolókat tönkre fogja tenni, igen, a folyadék, a csapadék.
A másik pedig az, hogy nagyon valószínűleg, hogy el is fog törni az ablak emelő mechanika, és ott ugye ilyenkor, mikor ilyen minuszok vannak, akkor a műanyag még ridegebb. Persze. És még hamarabb törik, reped. Úgyhogy ez semmiképp nem javasol, nem mindenképpen a jégkaparó, meg a spré. Tehát bele kell tenni a munkát, az a jég, nem így tudjuk megúszni a munkát. Van, tehát van. Akkor kell akkor a jégoldó spré, kell maga a jégkaparó konkrétan bele a csomagtartóba, kell a kefe. Normális kefe, amivel a havat le tudjuk takarítani első körben, mert ugye azzal kell kezdeni. Mi az, amit még mondjuk érdemes lenne a csomagtartóba? Hát, hogyha most hosszabb útra megyünk, akkor érdemes betenni esetleg ezt az útszórósót, az nem árt. Aztán nem azt mondtam, hogy 20 kilót, de egy ilyen kis, azt hiszem, hogy lehet kapni ilyen 2-3 kilós kiszerelésbe is. Aztán egy ilyen kisebb hótolólapátot esetleg azt érdemes, ha főleg, ha a hegyekbe megyünk, tehát én arról beszélek, nem itt a városon belül közlekedünk, vagy bevásárolni megyünk el, akkor nincs értelme. Világos. Meg esetleg egy pókrócot betenni pluszba, ezt mindenképpen javasolnám. Hosszabb útra megyünk, akkor természetesen fagyállót, meg hát a fagyállós ablakmosó folyadékot mindenképpen. Meg, igen. És még égőkészletet mindenképpen, ami az autó típusához megfelelő. Meg érdemes talán több üzemanyagot is. Igen, hát mondjuk kannával én nem azt gondolnám, hogy főleg itt az országon belül már annyi benzinkút van, hogy itt nem kell szerintem, úgyhogy kannába legyen. Természetesen, hogyha tudjuk előre, meg az időjósok már azt mondják, hogy itt komoly térnek kell számítani, és komoly útviszony problémák lehetnek, akkor tegyünk be egy 5 liter üzemanyagot, mert előfordulhat az, hogy baleset, vagy akkor a hótorlaszba jutunk, hogy meg kell állni, és alapjáraton ugye a fűtésnek mennie kell, akkor legyen benne, de hogyha csak így nem várható ilyen előrejelzés, akkor nem szükséges. És a műsor végén még egy pár gondolat, hogy azt szokták mondani, és tényleg ilyen baleseti statisztikákat megnézve, hogy a baleseteket, azt általában több mint 90%-et nem az autó műszaki állapot okozza, hanem a sofőröknek a vezetési stílusa. Tehát, hogy észrevezessünk. Hát ez egyértelmű, tehát ilyenkor vissza kell venni a tempón, figyelni kell ugye a követési távolság betartására, meg hát itt a városon belül is azért a gyalog, főleg a sok sötét véget, mert ugye úgy mondanám, hogy nagyon későn világosodik, nagyon hamar sötétedik, és én azt javasolnám egyébként, hogyha a gyalogosok is, és tényleg egy kicsit világosabb öltözetbe, ha közlekednének, az tök jó lenne, mert nagyon sok helyen azért még a közvilágítás sem pont olyan. Úgyhogy még nem indul el a közvilágítás, tehát, mert most még nem állt át, mert ugye óraátállítás volt. Úgyhogy mindenképpen azt javasolnám, hogy nagyon oda kell figyelni. Persze így van, ugye mondják a közlekedést, és az így is van egy társasjáték, mint az autók, mind a gyalogosok, mind a kerékpárosok, és mindenki, aki részt vesz benne, legalább úgy készüljön fel, mint ahogy te most elmondtad, hogy az autósoknak fel kéne, hogy készüljön, és akkor talán gondok, problémák nem lesznek. Hát reméljük. Vagy reméljük, ez egy szép végszó, Tibi, köszönöm szépen neked. Én is köszönöm a lehetőséget. És önöknek is köszönöm, hogy itt voltak velünk a fehérvári beszélgetésekben. Tartsanak velünk legközelebb is!